következő percekben hosszabb összefoglalót adunk az október 6-ai gyulai megemlékezésről, majd a Posta Galériába látogatunk, ahol Ungvárin és Spiegel Julianna munkáiból nyílt kiállítás. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt polgármester úr, alpolgármester urak, tisztelt jegyző úr, kedves gyulai polgárok, honvédek! Mint minden nemzet, úgy a magyarság életének is vannak döntő jelentőségű, a szimbólumoknál többet jelentő történelmi pillanatai. Dátumok és események nem csupán évszámok és nevek, hanem olyan határkövek, ahonnan más irányt vesz a nép sorsa. 1849. október 6-a egy ilyen évszám. Arad egy ilyen hely. Talán nem túlzás kijelenteni, önazonosságunkhoz hozzátartozik, identitásunkkal összeforrott, a Kossuth Lajos által Magyar Golgotának nevezett tragikus történelmi esemény. 175 évvel ezelőtt a Petőfi Sándor hívó szavára, majd Kossuth Lajos rendelkezései és országgyűlési törvénykezései nyomán hadseregét létrehozó és szabadságát kivívni szándékozó népet Hajnau és a bécsi kamarilla nem csak megalázva kívánta büntetni, hanem függetlenségétől is meg akarta fosztani. A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben adta ki parancsba Ferenc József a bressai hiénának. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Írta szintén Hajnau radecki tábornoknak. Talán helyen furcsának tűnhet, de a császári és a cári hadsereg hazámban csak legyőző lehetett, de győztes nem maradhatott. Ami akkor katonai sikernek tűnt, az hosszú távon nem vált eredményé. Hiába torolta meg honvéd tisztjénken Hajnau a forradalmat,
A restaurálni kívánt világot már soha nem állíthatták vissza. Hazánk népei végleg eltöröltek mindent, ami feudális maradványként 1848-ig létezett, s utat nyitottak a modernebb, korabeli szóval élve, polgárosodott világnak. Arad után is mi magunk írhattuk a magyarok históriáját, sőt, jelenünk közéletét, politikánkat, de még művészeink témaválasztását, valamint népdalaink, mesekincsünket is átszőtte, átszövi a forradalmi eszme. S ha a mindennapokban valamiért daszoshoz ragaszkodunk, büszkén jelenthetjük ki, hogy nem engedünk a 48-ból. Hajnaú legalább 150 embert végeztetett ki. Több százan kerültek börtönbe. Több ezren álltak hosszabb, rövidebb ideig vizsgálat alatt. Több tízezer volt honvédet soroztak be büntetésként a császári királyi hadseregbe. Nem volt olyan magyar család, amelynek valamelyik tagját ne érintette volna a megtorlás. A Kossuth által nehezen megteremtett önálló magyar bankjegy, a Kossuth Bankó kárpótlás nélküli megsemmisítése érintette a haza csak nem valamennyi lakosát. Olyan politikai és gazdasági sokk érte 1849 végére egyszerre az egész társadalmat, amelyhez csak később Trianon vagy a II. Világháborút követő kataklizma hatása mérhető. A fogságba esett honvédtisztekre nem vonatkozott, mert nem vonatkozhatott a kegyelem. Annak ellenére, hogy mind a külföldi közvélemény, mind pedig még a Ferenc Józsefnek segítő cár is amnesztiát kért és várt az irányukba. Ma már tudjuk, az 1849. október 6-án a közeli Aradon a reggeli órákban ácsolt nyaktilók, majd az eldördenő lövések egy korszakot zártak le, nem csak népünk, országunk, de talán Európa történelmében is. Az a hatalmas, szinte lehetetlen vállalkozás, amely során a kolabeli uralkodó dinasztiák Szent Szövetségének avit rendszere ellen az európai nemzetek megpróbáltak fellépni, s melyet azóta is Népek tavasza címmel illetünk, látszólag tehát vereséggel zárult. De vajon lehet-e vereség az, ahol a kivégzettekből mártír lesz, a parancsot aláíró Hajnaut pedig a történelem legsötétebb szégyen padján említik? 13 név, 13 életút, 6 nemzet, 5 nyelv és egy közös sors, a mártír halál. Katonák voltak, s mint katonák a halál mindennapos közelségében éltek. Noha magasabb rendfokozatot viseltek, többségük mellett ugyanúgy süvített el naponta a halál szele, mintha közkatonák lettek volna. A mártír szerepet már akkor felvállalták, amikor császári tisztként a honvédseregben a szabadság ügye mellé álltak. 1849. október 6-a kapcsán mindig felmerül, hogy a sorsuk végkimenetelen kívül mi kötötte össze az egymástól annyira különböző embereket. Akadt köztük számtalan ellentét, személyes sérelem, becsvágy vagy politikai felfogásbeli különbség miatt. Nagy Sándor József volt talán az egyik legáldázabb ellenfele Görgei Artúrnak. Már a kortársaknak is feltűnt, hogy Damjanich János és Vécsei Károly személyesen nagy-nagy ellenfelei egymásnak. És mégis, mi képzett hidat az annyira különböző emberekben? A szeretet és a hűség a családhoz, az embertársakhoz és a hazához. A megtorlás áldozatai társadalmi, nyelvi és vallási különbözőségeik ellenére is össze tudtak fogni, és együtt harcoltak a szabad, független, polgári Magyarországért. Az uralkodónak tett eskü helyett a nemzethez való tartozás eszméjét választották. Életáldozatuk
a hazaszeretet magasztos példája. Nem a haláluk, hanem az életük, tetteik, eszméik adtak nekünk és adnak mind a mai napig követendő mintát. A nemzet emlékezete azóta sem engedte, mert nem engedheti el őket. Tisztelt emlékezők! A szabadságharc végső vereségének alapvető oka nem valamilyen katonai mulasztás volt, ám az, hogy a küzdelem egy hatalmas nemzeti mozgalommá, egy közös nemzeti élményé vált, elsősorban a honvédsereg érdeme. A honvédseregé, amelyben a magyar és vele együtt élő nemzetiségek, sőt, külhoni önkéntesek minden társadalmi osztályból kikerülő fiai együtt harcoltak. A külső támadások kezdete utáni rendezett visszafonulások nem felbomlasztották, hanem egységbe tömörítették a magyar haderőt. A hazát felszabadító tavaszi hadjárat és Buda várának visszavívása pedig a külföld szemében is elismerést, sőt, szimpátiát váltott ki. Az országgyűlés folyamatosan ülésezett, a működő államot irányító kormányzat legfontosabb kincse pedig a lakosság önzetlen támogatása volt. Ez a sereg jelenünk magyar honvédségének előképe, nem egy dinasztia, nem egy vallás, nem egy társadalmi réteg, még csak nem is kizárólag a magyar nemzet hadserege lett, hiszen önkénteseit a nép a nemzeti közösség szabadságának eszménye lelkesítette. Az egyik vértanú tábornokot, Aulik Lajost idézve, harcunk nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harca. Az abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. Mert akkor mindenki, aki a szabadságért tenni akart, ide, Magyarországra jött harcolni. És a fiatal, jobbára 20 év alatti többségében paraszti származású harmadában más nemzetiségű sereggel tisztjeink csodát tettek. Csodát, ezért kellett megbűnhődniük. Tisztelt emlékezők! Gyula azon szerencsés települések közé tartozott, amelyet 1849 nyarán elkerültek a véráldozattal járó összecsapások, ám augusztus 19-től, ahogy az orosz fogságba esett első magyar hadifoglyok megérkeztek, az előjárói nélkül maradt város lakossága felismerte a sors által ráosztott történelmi feladatot, és a legnagyobb szívességgel fogadta katonáinkat. Miközben több ezer orosz, majd osztrák megszállót volt kénytelen ellátni és elszállásolni. Vagy megérkeztek a tábornokok. A memoárok meghatottan emlékeznek a gyulai polgárok szeretetéről. Mintha nem is egy levert szabadságharc, hanem győztes sereg vitézei töltötték volna itt utolsó, reményteli napjaikat. Hajnaú parancsára Gyulán fosztották meg őket, orosz ellenfelük által meghagyott katonai becsületük jelvényeitől, az oldalfegyvereiktől. Itt kezdődött meg pokoljárásuk utolsó szakasza, amelyet azonban ekkor még enyhíthetett a gyulaiak kitüntető szeretete. Önök rendületlenül őrzik ennek az epizódnak az emlékét. Nem véletlenül rejti a gyulai emlékjel az aradi honvédemlékmű márványtalpazatának egy darabját. A Honvédelmi Minisztérium és a jelenlévő honvédeink nevében is köszönöm önöknek ezt a soha nem lankadó figyelmet. Köszönöm a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség katonai hagyományőrzőinek, a város mellett a vármegye intézményeknek, hogy gondot fordítanak nem csak az emlékműre, hanem hőseink kultuszára is. Úgy gondolom, hogy a közelgő, jövő évi 175. évfordulót is méltó és magasztos módon fogadhatjuk. Jaj, de szép napsugára,
ömlöcnek ablakára, szányaszt a 13 magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Elítélték sorba mind a 13-at, szőttek fontak anyakukba 1000 vádat, elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Uram, fia, az ítélet akasztófa, mintha rablók úton állók lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lövésre, katonákhoz, férfiakhoz illő végre. Aradi vár, Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője, viruljanak sírotokon szép virágok, felejthetetlen légyen az ő haláluk. Lábunk elkopott, hónaig sejhajfütyülve baktatunk, igazságot keresünk, de nem találunk még sehol se. Nincsen agyunk, csak az agyunk, betyárkodó Ábel vagyunk. Nem kérdik, hogy szívünk dögé, gondolatunk az ördögé. Lelkünket meg Isten fogja, szikla szántó ostorosba. Nem is tudjuk, hogy kidergünk, szemünk, fülünk, lefagy együtt, lázas szóval elengedjük. Nem hálunk, soha árnyék van, zsebünkben is csak szándék van. Magunk vagyunk a kenyerünk, hogyha vesztünk, úgy is nyerünk. Éjszaknak meg délnek megyünk, koldusokkal parolázunk, ott a tanyánk, ahol ázunk. Összenőtt már a két kezünk, nem könyörgünk, s nem vétkezünk. Nagy érünk, s van, s nem éhezünk, mindig korábban érkezünk. La 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 la. A jövő hádot kiáltunk, emberek világot, szeretetet, szabadságot, szélhaládot, arcunk ágot, nézünk minden követ ágot, ahol utat ki se vágot, sejhajtallal, jó vigasztal, asztaltalan, szómalasztal, keressük az igazságot. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a világon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár. Magassából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed a hontalanság odakünn, nem keserű, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezett új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen 1000 új hangja támad, süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed.
Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott. De vállán égett az örök kereszt, s egy csillag Zágon felé mutatott. A estéként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak, szelíd emlékek, eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken turra hordták. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, hogy minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken turra, ajánlani fel két munkás kezed, menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek az őrlőszó az idegen fában, leszek az aj a felhajtott pohárban, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó rútféreg, de itthon maradok. Akarok lenni a gyújtó zsinór, kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban ében, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok. De varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok. De nem messze ér, itt is törik, ott is szakad, sosem éljünk, hogy elragad. A világ egy régi mente, oly nehéz volt, hogy szerte, hol sem állja, foldani kell, célra után szakad mindjárt. A világ egy túj malom, néha tengervize vagyon, néha sem sincs út, kiszáradt, amit kéne, sosem járhat. Nem tud ő már kezdeni mást, minden hangból húz csak fele, minden nap egy nótán fele. A világ egy raszán csárd, rossz menedék, télbe nyárba, télbe fázol, nyárban házol, mégis benne éjszakázol. Részeg ember ez a világ, ötször-hatszor egy nyomba hág, kész ugorni egyenből, s elbukik a sima földön. Az égben a vihar felett. Én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, itt szavam jajog. Hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá! Bűnét ne keresd! Bocsáss meg néki! Sajnáljad! Szeresd! Szeresd! Vigyázz rá, Istenem, atyám! El ne vesszem veszélytő éjszakán! Távol népekhez híre el nem ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod, ezt a fajtát mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen. Tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szöllünket tudod a hegyen. S keserű könnyeink tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végeztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szöllő, lágy kenyér. Ó, kelljetek a magyart védeni, ti Istenek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dícsérd a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek, szerte szét este, mennyi mécs ragyog, könyörögjetek, értünk, csillagok. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába állt a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz, maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörögnél. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltás, így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert, szoríts üres szívedhez, vagy vessel minden elvecs, még reményű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél, abban kibízna belőled. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fűkinő utánad. A titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy örögtél, siába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörögnél. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltás így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyver, szoríts üres szívedhez, hogy vessel minden elvecs, végre végű szerelmet, hisz mint a kutya innél, abban kibízna benned. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fűkinő utánad.
Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki, igyekezzék helyöttök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt, rémségek éjszakáját, váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első, a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. És ha mindezeket szépen elrendezted ekképpen, a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnéért is őt vert ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békés kenyeret, engem sújtasz, Uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma bennem ég. Szánt meg, Uram Isten, Attila nemzetét. Adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondverte homlokán. S ha áldásod a földön elért kicsinyt, s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alattól apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én, s a béke. Nézzen az ablakon patakra, a fára, a rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgass meg kegyesen, hallgass meg könyörgésem. Tisztelt közönség, tisztelt emlékező, ünneplő együttlevők, irodalmi összeállításunkban mi a Kaláka egy Arany János verset, a Világ címűt énekeltük, két József Attila verset, és ennek az egész kisi összeállításnak a befejezéséül hallgassák meg Szabó T. Anna költeményét, az Ég Zsoltára. Fájdalommal, szenvedéssel,
amit nem érünk fel ésszel. Körülöttünk annyi zaj van, a testtel is csak a baj van. A lélek meg szent a lélek, de nem éli a szentséget. Kő a szívünk, fáradt, nehéz, szemünk csak a képekre néz. Tükrök közé vagyunk zárva, nem látunk ki a világra. Itt len perbe vagyunk fogva, perlünk fölénk magasodna. Túl kiabál, elküld haza, hiába, hogy nincs igaza. Várin és Spiegel Julianna munkáit mutatják be a Posta Galériában. Az alkotó gyermekkora óta fest, hogyha ceruza vagy papír került a kezébe, akkor valamit rajzolt. Nem voltam egy központja tulajdonképpen egy közösségnek, vagy egy társaságnak, és ilyenkor mindig el tudtam mesélni magamnak, amit gondoltam, vagy amit éreztem, vagy ahogyan gondolok a világra. Úgyhogy nekem ez egy eszköze volt annak, hogy meséljek. Maga a kubizmus az, ami tulajdonképpen aminek a bűvöletébe kerültem, és hihetetlen módon vonzott tulajdonképpen a forma, a szerkezet, az elemzése a szerkezetnek, az hogy hogyan állnak össze a dolgok. Ami nem véletlen, hisz valamikor gyerekkoromban régész szerettem volna lenni, kutatni, keresni a földményéből. Na, és visszatérve erre a stílusra, ezt elmondanám, hogy a kubizmus indította el, mint stílus, tehát Picasso-tól kezdve tanulmányozva, de próbáltam a saját utamat keresni, és a saját utamra rátalálni. És nem mondhatom azt, hogy ez teljes kubizmus, ez az én saját kifejezési eszközöm, visszatérve arra a kérdésre, vagy arra az apropóra,
hogy mit használok. Mindent. Mindent. Ami tulajdonképpen alkalmas arra, hogy a kép megszülessen. Tehát az ecseten kívül, a ragasztón, a minden az ég adta, ragasztószallagra gondolok. Minden, ami tulajdonképpen a képnek az esztétikáját javítja, illetve létrehozza. A színvilág az ugye lélekből jön. Ha arra gondolok, hogy egy hölgy milyen színű ruhákba jelenik meg, ez a lélekből jön, mint ahogy a képeken is a színek lélekből jönnek. Én nem realista festő vagyok, én egy picikét átkomponálom, átértelmezem tulajdonképpen a körülöttem lévő világot, ezért a színeim is nyilvánvaló, nem mindig állnak helyt a valóságnak. A kék dominál. A kék bűvöletében élek, kicsi korom óta, tehát az ég, a tenger, a víz, ez mindig vonzott, és ennek a színe az, ami úgy érzem, hogy teljesen kifejezi az én érzésvilágomat, vagy éppen gondolatvilágomat. És nyilván ehhez olyan színeket rendelni, ami tulajdonképpen az esztétikát, a gyönyört, a szépséget emeli. Minden esetre ez a cél, illetve hát ez motivál. Kiállításaim voltak jó pár. Nem gondolom, hogy különösképpen ez a lényege, hogy van-e kiállítása az embernek, vagy nem. De elsősorban, ahogy az előbb is nem olyan rég mondtam, hogy az ember meséli az ő saját gondolatait, a világot lereagálja, és én képeimben reagálom le. Örömöt okoz, ha egy-egy kép elkészül, és örömet is szeretnék szerezni másoknak is. És ez a legfontosabb cél, vagy ez a legnagyobb siker, ha valóban bekövetkezik, hogy mások is örülnek neki. Az, hogy eladás, hát az még plusz rájön, ha netalántán sikerül. A gyerekem lakása teljesen tele van a színképeimmel, a húgom lakása szintén, tehát nem csak családtagoknak, hanem barátoknak, rokonoknak, és nagy-nagy örömmel és szívesen adok, ajándékozok. Nekem ez, nem is tudom, mit mondjak, lélekből jön, és én ettől megsokszorozódom.